Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, a Dobogó Extra mai vendégét is, Libik Andrást, vagyis André Libiket. Itt van előttem egy könyv, a Szép lányok és terroristák, egy kalandos élet. Azt hiszem, ennél jobban ezt a könyvet összefoglalni, ami egy önéletrajzi könyv, nem lehetne, hiszen rengeteg kaland van benne. Szép lányokról is ír, olvassák majd el, mert nagyon sok érdekes kaland és szerelmi élmény is található benne, meg terroristák is, meg hát természetesen a filmvilága, hiszen André Libik filmproducer, filmeket, dokumentumfilmeket készített a világ minden táján, és itt alatta még van egy meghívó, amiről beszélgetünk, mert még most is ugyanúgy dolgozik, hiszen 92 óta hazatért Magyarországra, és itthon láthatjuk az ő alkotásait, és ugyanolyan aktív, mint amilyen az elmúlt évtizedekben Magyarországon és külföldön is volt. Egy picit idézzük ezt a könyvet, kezdjük a legelején, a gyerekkornál. Pontosabban Sárospataknál, és egy-két olyan momentum, amire felhívnánk a figyelmet, hogy például milyen borzasztó lehetett azt átélni, hogy valakinek az édesanyja például öngyilkos lesz. Igen, hát az volt a helyzet, hogy ugye édesapám erdélyi, brassói, vegyes, székely, szász családból származott, édesanyám pedig egy felvidéki, ruzomberok, vagy rózsahegyi, zsidó családból származott, de hát már az első világháború előtt édesapám Budapestre költözött. Aztán 19-ben elvette édesanyámat, egy gyönyörű lány volt, 19 éves feleségül, és rögtön csináltak egy gyereket, aki az én derék bátyám volt, aki már régen nem él. A helyzet az, hogy közvetlenül édesanyámat nem érintette a zsidó üldözés, de családja, nővére, sógora, édesanyja, ezek Kecskeméten éltek, és mint tudjuk, a magyarországi vidéki zsidóságot 44 májusában már elkezdték deportálni. A budapesti zsidóság úgy nagyjából lehet mondani, hogy megúszta. Sok mindennek köszönhetően, de ezt most nem akarom részletezni. Elég az hozzá, hogy édesanyám annyira kétségbe esett, hogy öngyilkos lett, amikor a családját deportálták. És hadd fűzzem ehhez hozzá, hogy manapság, nem csak manapság, hanem sok-sok évtizeden keresztül senki nem akarta tudni, vagy nem emlékezett rá, hogy Auschwitzban mi történt. Én elmondhatom azt, hogy 12 éves gyerekként én már tudtam, hogy Auschwitzban megölik az oda deportáltakat, tehát azok, akik a háború után azzal védekeztek, hogy fogalmuk se volt róla, véleményem szerint hazudtak. Ön ugye az Áldás utca iskolába járt, aztán később éppen emiatt, mert hogy egyedül maradt az édesapjával és a testvérével, ugye jött Sárospatak, és aztán később Svájcba került, internátusba. Valószínűleg, hogyha az anyuka él, akkor nem így alakul az élete, és például az anyuka bundáját is el kellett ahhoz adni, hogy ott a svájci internátusban ugye el tudja kezdeni a tanulmányait. De ennek is köszönhető ez a nagy világlátás az, hogy megtanult egy csomó nyelvet, hogy beszél spanyolul, franciául, angolul, tehát hogy aztán később mert a világban tájékozódni. Ezt gondolom, hogy a svájci éveknek is volt köszönhető. Hát én szerintem ez volt a legértékesebb örökség, amit kaphattam, többen ért bármilyen pénzösszegnél, és ez úgy sikerült ezt összehozni, hogy édesapám a háború előtt és alatt, és még utána is rövid ideig nagy svájci nehézipari cégeket képviselt Magyarországon. És hát a kezdetnek, ahogy mondta, kedves Ágnes, ahogy mondta, a legelső indulás az úgy volt, hogy édesanyám NERC bundáját betettem a kofferembe, nem volt még közvetlen repülőgép Zürichbe, Prágában át kellett szállni, ezek kis kétmotoros, hát nem olyan kicsi, de maihoz képest kicsi utasszállító gépek voltak, természetesen végighánytam az utat Prágáig és onnan is Zürichig, mert ugye a kis gépek azok mindig
turbulenciánál zuhannak egyet, és sikerült áthoznom a Vámon ezt a Netzbundát, és édesapám adott egy címet, egy Kara nevű Zürichben a Bahnhofstrasse-n élő magyar szűcsöt, aki megvásárolta ezt a bundát, és az első időben az én iskolámat és életemet Svájcban ebből tartottam fel, de később aztán eltartottak apámnak a svájci üzletfelei. Aztán tanult tovább, de először volt egy ilyen kanyar, mert hogy agrártudomány felé próbálkozott, és csak később jött ez a film és a színművészet. Hát ez úgy történt, hát a végén kezdem. Én tulajdonképpen már gyerekkoromban vonzódtam a filmhez, és nagyon szorgalmasan jártam moziba, volt úgy, hogy naponta 3 előadást is megnéztem. Emlékszem, egyszer kijöttem az Admirál nevű moziból, ami Budán volt, és fejjel nekimentem egy villanyoszlopnak, mert annyira kelekútja voltam a sok mozizástól. Egy hatalmas doganat nőtt a fejemen. Hát, ugye barátaim azt mondják, hogy most már mindent értenek. Igen. Elég az hozzá, hogy a helyzet az volt, hogy amikor hazatértem Magyarországra, ezt ugye sokan nem értik, hogy 18 évesen érettségi után beiratkozva a Bázeli Egyetemre mégis hazajöttem. Ez azért volt, mert lejárt a magyar útlevelem, elmentem a Berni Követségre, 1950-et írunk, a legszebb rákosi években, és meg akartam hosszabbítani az útlevelemet, elmondtam, hogy be vagyok iratkozva az iskolába, és szeretném befejezni az egyetemet Bázelben, ami akkoriban Európa egyik legjobb egyeteme volt. És ott azt mondta egy elég sötét kinézetű konzulátusi tisztviselő, hogy erről szó se lehet, magának édesapja meg bátyja Magyarországon él, menjen és haza a családjához. Mi nem fogjuk meghosszabbítani az útlevelét. Fennállt volna az a lehetőség, hogy menedékjogot kérek, de hát gondoltam, hogy akkor azt a családom nem fogja megúszni. Meg hát úgy nagyjából fogalmam sem volt arról, hogy mi is folyik Magyarországon. Meg mi lesz később, ugye 56-ban, amikor meg disszidálni kényszerült. Az még nem lett volna nagy baj, de hogy az 50-es évek, igen, azok azért elég keservesek voltak. Úgyhogy hazajöttem, valószínűleg az egyetlen voltam a vonaton, egyetlen utas, aki Zürichből Budapestre érkezett, és ugye akkor egyetemre kellett volna járnom, de az nem úgy volt, hogy az ember megmondhatta, hogy milyen egyetemre jár, hanem be kellett mennem az Oktatásügyi Minisztériumba, ahol lekádereztek. És ott az a szerencsétlen tisztviselő, aki káderezett, azt a kérdést tette föl nekem, hogy Libikeltás maga csak azért jött haza Magyarországra, Svájcból, mert itt magasabb az életszínvonal, vagy meggyőződésből. Hát nem volt erre válaszolni. Jót. Természetesen nem akartam olyan hülyeséget mondani, hogy itt magasabb az életszínvonal, mert ez ugye nyilvánvaló volt, úgyhogy azt mondtam, hogy meggyőződésből. És erre odaraktak az Agrártudományi Egyetemre, amihez semmi tehetségem és képességem és kedvem nem volt. Ki is maradtam onnan egy fél év után, és utána elkezdtem a különböző egyetemek közötti mászkálást, hol felvettem egyre, hol ott hagytam, hol kirúgtak. Ez azzal végződött, hogy tulajdonképpen nincs is semmiféle diplomám. De végül mégiscsak azért a filmrendezés lett az, és a dokumentumfilmek, a menedzselés, a producerség, hiszen még az Aranymedvedéig is Berlinben eljutott, de egyelőre most menjünk kronológiában tovább, tehát ugye jött 56, amikor nagyon kalandos úton, ugye mondjuk, hogy kalandos az egész élet, ami ebben a könyvben is benne van, eljutott disszidált Párizsba. Ennek az volt az oka, hogy volt némi kapcsolatom furcsa mód Párizzsal. Ez úgy történt, hogy akkor volt egy olyan intézmény, hogy Kultúrkapcsolatok Intézete. Hát ez természetesen egy belügyi intézmény volt, nem kell mondani. Azzal foglalkozott hivatalosan, hogy a Magyarországra meghívott külföldi vendégeket is tápolta, adott nekik tolmácsot, idegenvezetőt, meg ilyesmi. És ennek az intézménynek az igazgató nője
egy Köpeciné nevű idős, rendkívül csúnya, de nagyon okos és aranyos zsidó asszony volt, aki valamilyen oknál fogva engem a szívébe zárt, hát jóképű gyerek voltam, nem volt köztünk semmilyen kapcsolat, csak olyan, hogy elvtárs meg elvtársnő, de hát mégis. És miután én beszéltem nyelveket, ami azért mondjuk a Rákosi Magyarországán franciául azért nagyon kevesen beszéltek. Elég sokan beszéltek még németül, mert ugye a háború előtt a német volt az idegen nyelv, amit megtanultak, és angolul se túl sokan beszéltek. Én beszéltem ezeken a nyelveken, és ezért engem megbízott ez a derék hölgy, hogy én kísérjek francia, meg német, osztrák pontosabban vendégeket Magyarországon. Így aztán összeismerkedtem a francia penklub főtitkárával, Jean de Berrel, aztán Jean Rousselot-val, aki József Attila magyar fordítója volt, francia baloldali ellenálló, és nagyon jó haverságba kerültem velük, már csak azért is, gyönyörű nyári idő volt, és az, ugye adtak nekünk egy pobjedát, az volt egy magasabb szintű autó, és egy sofőrt, aki természetesen semmilyen nyelven nem beszélt, még magyarul se nagyon, de hát nyilvánvalóan ő ávós volt. És én azzal kezdtem ezeknél a vendégeknél, hogy ugye tudja, Monsieur Rousselot, aztán gyorsan össze is tegeződtünk, de egyelőre Monsieur Rousselot, hogy nekem jelentenem kell minden este arról, hogy ön mit mondott meg. Ez különben ettől még nem lettem ügynök, mert ez szerintem teljesen normális volt, hogyha én vagyok a tolmács, hogy akkor elmondom, hogy hol voltunk, és hogy tetszett, meg mit tudom én, mi ezt pláne így. És akkor elmondták, hogy tudjuk, természetesen persze, hogy tudjuk, nyugodtan jelentsen. Jó. Aztán azt mondtam, hogy nézze, itt benne van az, hogy a csepeli vasmű, már akkor nem volt Rákosi vasmű, a csepeli vasművek meg az úttörő vasutat látogassuk meg. Hát ez marhaság, olyan gyönyörű idő van, menjünk ki a Margit-szigetre, nézegessük a csajokat. Jó. Hát így aztán elmentünk a Városligetbe, a Margit-szigetre. A szerencsétlen Pobjeda sofőr az csak annyit tudott, hogy én azt mondtam neki, hogy Kovács elvtárs, a francia elvtárs szeretne inkább a Margit-szigetre elmenni, és nem a csepeli vasműbe. Nem tudott mit válaszolni, mert ugye a vendégnek a szavát az meghatározó. És így aztán többé-kevésbé baráti viszonyba keveredtem ezekkel, aminek az volt a kellemes következménye, hogy amikor megérkeztem Párizsba, akkor ezek a szárnyuk alá vettek, ez a két derék francia úriember. Elhelyezett például Jean de Berre engem, és akkor már a feleségem és pici csecsemő gyermekemet a Penklub vendégházába, a Rue Pierre Charonba, közvetlenül a Champs-Élysées mellett, egy gyönyörű lakásba. Miközben Mérai Tibor, aki szintén akkor már emigráns volt, a biliárdasztalon aludt ugyanott. Hát innen származik az, hogy a némi ellenszem fűzte én hozzám, nem engem ő hozzá, hanem őt én hozzám, hogy jövök én ahhoz, mikor én egy 24 éves senki vagyok, aki mögött nem áll semmi, akkor miért lakom én egy nakosztályba, ő pedig miért alszik, ő mint Kossuth díjas, Sztálin díjas, mit tudom én milyen díjas, miért kell, hogy biliárdasztalon aluljon. Na a lényeg az, hogy így aztán nagy nehezen valóban sikerült Párizsban elhelyezkednem. Jean de Berre segített, mert elhelyezett engem az Alliance Française nagy nyelviskolájába úgynevezett iskolai felügyelőnek, surveillant d'école. Hát ez csak annyit jelentett, hogy nekem kellett ebben a nyelviskolában, ahol természetesen kizárólag külföldiek tanultak, főleg németek, amerikaiak, osztrákok, ilyesmik, francia nem, mert ugye a franciának nem kell franciául tanulni. Körülbelül 1500 diák volt, aminek a jó része fiatal lány, úgy 18-24 évesig, és nekem kellett megmondanom, segítenem nekik, hogy hova, melyik osztályba menjenek, hol kell befizetni a tandíjat, milyen könyvet kell kapni, tankönyvet kell vásárolni, stb. Hát miután én beszéltem németül és angolul, erre én alkalmas voltam, és ezt meg is tettem, de hát ugye ebbe természetesen azonnal tönkrement a házasságom.
Igen. Egy forgató volt egyébként kolléganőm, mondhatom, mert én is több évtizedig a Magyar Rádióban dolgoztam, és ott volt a kolléganőm, kvázi az ön első felesége. De aztán utána jöttek a, hál' Istennek, a filmes évek, évtizedek, és a karrier, mint dokumentumfilmesnek, mint producernek, és azért bejárta a világot, hiszen élt Afrikában, Nigériában, aztán ugye letelepedett, lett német állampolgár, de ugyanúgy volt Laosban, Tájföldön, Madridban, Dél-Afrikában, Dél-Koreában, tehát jöttek ezek a megbízatások, és ahogy az előbb említettem, hogy még Aranymedve díjat is nyert Berlinben a filmjeivel, nagyon sok politikussal, és politikus életéről, tehát Trockiról, Goebbelsről készített, de ugyanúgy a kábítószerről, mint az atomról, tehát nagyon fontos, mindenkit érdeklő témákról, elsősorban politikai témákról készítette a filmjeit. Hát most nagyon ugrottunk előre, igen. Mert ugye ez sokkal később volt, igen. És hadd korrigáljam, kedves Ágnes, mert nem arany, hanem ezüstmedve díjat nyertem, mert az aranymedvét játék filmek Igen, meg dokumentumfilm. Dokumentumfilmet ezüstmedve nyert. Hát ugye természetesen Párizsba érkezve, attól eltekintve, hogy iskolai felügyelő voltam, és hát gyönyörű lányok között volt szerencsém dolgozni, én nekem mégiscsak az volt az életcélom, hogy valamilyen úton módon filmes legyek. És ez aztán úgy kezdődött el, hát tulajdonképpen már a Rákosi korszakban, az utolsó idejében már nekünk sikerült kalózkodás révén egy maszek filmet legyártanunk, ami hát ugye szigorúan tilos volt a kommunista Magyarországon, ahol a filmgyártás állami monopólium volt. De jó barátok révén találtam egy szövetkezetet, ugye a szövetkezet az létezett, mint produkciós forma Magyarországon, egy kirakatrendező szövetkezetet, aminek az alapító okiratába bele volt írva az, hogy filmgyártás. Mert valaki éppen félrenézett, ugye hát ezt nem lehetett volna, mert szövetkezetben nem lehetett Rákosi rendszerben, csak az állami filmgyártás lehetett. De hát mi ezt kihasználtuk, és legyártottuk az első filmet barátaimmal, amit hát ugye aztán a stílus kirakatrendező szövetkezet volt a producer, én voltam a rendező, a filmet egy fürdőszobában szinkronizáltuk úgy, hogy a speaker a WC-n ült közben, de hát kaptunk 40 ezer forintot erre a filmre, az összes költségére, ami egy elég rendes pénz volt, és ez volt az én első remekművem, életem első filmje, mert ugye én soha nem voltam se asszisztens, se gyártásvezető, se felvételvezető, semmi ilyesmi nem voltam, hanem rögtön rendező. Viszont nagyon jobban volt például Simó Sándorral, Bacsó Péterrel, tehát az akkori nagyokkal később. Sokkal később jött. Mondjuk Makkárolt és Bacsó Pétert már a forradalom előtt röviddel ismertem, mert magánszorgalomból bejártam a dramaturgiára a MA filmnél, és ott összehavarkodtam az ott dolgozó fiatal titánokkal, akik között, hát többek között ott volt Kovács András, akivel később ugye játékfilmet készítettem. Úgyhogy nem hagytam fel ezekkel a törekvésekkel, és rendezőként ugye megrendeztem az első remek művemet, aminek az volt a címe, hogy az útkarbantartás korszerűsítése. Igen. Na most ezen lehet mosolyogni, de az igazság az, hogy ennek volt értelme, mert akkor cserélték le Magyarországon a gőzzel működő úthengereket, amik építették, ugye amelyek építették az utakat, dízelmotoros járművekre, amelyek most is még járnak, és tapossák le a bitument meg az aszfaltot. Tehát jártuk az országot, és megcsináltuk ezt a filmet, amit hát ugye elfogadott a minisztérium, sőt, még a Szovjetunióba is kivitték, mondom büszkén. Igen. Na hát Párizsban persze nem tárt karokkal várták azt, aki ilyesmit akar csinálni, mert a franciák úgy gondolták, hogy a külföldiek azok arra jók, hogy mosogassanak, az utcát söpörjenek, meg ilyesmi,
nem volt különösebb affinitásuk akkoriban a franciáknak a külföldieket. Nekem volt egy óriási előnyöm, az az volt, hogy beszéltem franciául. Ezért nem az orrom előtt köptek ki, csak a hátam mögött. Igen, hát sajnos ugye a franciáknak sok csodálatos tulajdonsága van, de az idegenek szeretete nem tartozik ezek közé. De bezzeg, amikor kijutott Nigériába 3 évig ott, akkor azért az egy nagyon hasznos tanulmány évek is voltak, és készültek nagyon jó filmek. Én még, ma se tudom, hogy lehet az, hogy körülbelül 10 jelentkező között az angolok, akkor még Nigéria ugye angol gyarmat volt, hogy az angolok pont engem választottak ki ebbe a pozícióba. De hadd mondjam el, hogy ez hogy történt röviden. Mikor Nagy Imréjéket kivégezték 58-ban, Badar Jancsi barátommal, aki egy kiváló magyar operatőr volt, világhírű is lett később, de már Magyarországon is forgatott nagy játékfilmeket, vele elhatároztuk, hogy csinálunk egy kis 10 perces megemlékező filmet Nagy Imréről. Az volt a címe, hogy Ember az embertelenségben. És ehhez adott némi segítséget a francia televízió, közszolgálati, más nem volt, és az amerikai információs szolgálat, ami hát, mint akkor én ezt nem tudtam, de később természetesen kiderült, az amerikai titkosszolgálat a CIA-nak volt az egyik alvállalata. Ugye ezek a kulturális intézmények arra szolgáltak, hogy a titkosszolgálatokat fedezzék, hát ezt tudjuk, minden országban különben. És onnan is kaptunk pár ezer dollárt, egy minimális pénz, de nekünk ez rengeteg volt, és így el tudtuk készíteni ezt a filmet. És az amerikai, ettől a USIA-től, a United States Information Agency-től egy Cooper nevű litván származású, velem majdnem egykorú, pár évvel idősebb szőke srác volt az, aki bennünket ott is tápolt. És egy szép napon azt mondtam, elkészült a film, le is adta a francia televízió, sajnos nincs belőle már kópiám. Azt mondta nekem ez a Cooper, hogy André, vedd meg a Londoni Times-ot. Akkoriban a Londoni Times, ami hát ugye valószínűleg a kontinens legidősebb újságja lehetett, Nagy-Britanniának bizonyosan, a címoldalon apró hirdetések voltak. Ez aztán gyorsan megváltozott, és ma a Times ugyanúgy, mint a többi újság jelenik meg. Azt mondja, nézd meg az apró hirdetéseket. Minek? Hát nézd csak meg. És az apró hirdetések között ott volt, hogy Nigériába keresnek film director, tehát egy filmes igazgatót. Jó. Pályázz meg, mondja nekem a Cooper. Én? Hát mögöttem nincs semmi, egy szerencsétlen, még útlevelem sincs, csak egy ilyen ócska genfi úti okmányom, amit ugye a hontalanoknak osztogattak a nyugat-európai országokban. Azt mondja, pályázz csak meg. Hát jó, írtam egy levelet, beleírtam, hogy mi volt eddig a pályafutásom, ami egy pár sor volt ugye ebben a levélben, és hogy én szeretnék erre jelentkezni, de aztán támadt egy nagyon jó ötletem. Miközben ez folyt, a francia Vöröskereszt megbízott engem, hogy csináljak 2 rövidfilmet menekültekről. Gázsi nem volt, honorárium nem volt, de a költségeket fedezik. Hát mondom, potya munka, hát elvállaltam, megcsináltam, és a Vöröskereszt, a francia Vöröskereszt filmosztályát egy tönkrement, csődbe jutott producer vezette, aki nagyon baráti viszonyban volt velem, és megkértem őt, Monsieur Zsenzsert, így hívták, hogy szerezzen nekem az elnöktől, a Vöröskereszt elnökétől egy ajánlólevelet, akivel én természetesen soha nem találkoztam, és neki fogalma nem volt arról, hogy én létezem. Ettől függetlenül Zsenzser, Monsieur Zsenzser barátom szerzett egy kiváló ajánlólevelet André François Poncet-től, aki a Vöröskereszt elnöke volt, azelőtt több kormányban miniszter, berlini nagykövet, stb. Szóval egy jelentős közéleti személyiség Franciaországban. És így kerül ki Nigériába. Így.
Nigériában mi az a, az a film, mi az a dokumentum munka, amire a legbüszkébb, amit ott készített? Hát nyilvánvaló, hogy arra több mindent csináltunk ott, nagyjából szabad kezem is volt, de elhatároztam, hogy a nigériai őskultuszról, ami egy nagyon érdekes téma, de most egy nem akarom taglalni, mert elfogyott adásidő, arról csinálok egy dokumentumfilmet. Közben, hadd említsem meg, hogy ugye kellett nekem egy operatőr, mert én nem voltam operatőr. Éppenséggel, hogyha pisztolyjal kényszerítettek volna, akkor a kamerát is tudtam volna használni, de hát kellett egy valódi operatőr, és kihozattam egy szintén menekült magyar operatőrt, Acél Gyurikát, aki aztán később is több filmben operatőr volt, és ő, aki soha nem járt másút, mint Miskolc-Szapolcán, Budapesten, és utána Münchenben, ahova disszidált, megérkezett téli kabátban, Nigériában, 40 fokos melegben. Nagyon aranyos és kedves fiú volt, és kiváló operatőr, és vele csináltuk ezt a filmet, én kezeltem a második kamerát. Az utómunkákat azt nem tudtuk Nigériában folytatni, azt Londonban kellett elvégezni, mert nem volt akkor még semmilyen felszerelés. Később aztán én bevásároltam mindenféle felszerelést, hogy legyen ott a filmosztálynak egy valódi lehetősége. Ezt hol vetítették? Hát ezt a filmet elsősorban kiküldtem, mint Nigéria filmosztályának vezetője, kiküldtem a Berlini Fesztiválra, ahol már másodszor szerepeltünk, először film nélkül, mint nigériai képviselő, mondhatni. És összehaverkodtam ott a Berlini Filmfesztivál szervezőivel. Ugye a Berlini Filmfesztivál azért volt fontos a nyugati országoknak, mert az úgy szólván egy kirakat volt Kelet-Németország felé. Ugye ez a hidegháború legrémesebb korszaka volt, és be tudták mutatni, hogy mi mindent lehet Nyugat-Berlinben csinálni. És ezért a Nyugat-Berlini Fesztivál, ami egy A-osztályú, tehát úgy, mint Velence meg Cannes, a legfontosabb fesztiválok közé tartozik, bejelentkeztem ezzel a filmmel. Persze megkértem a permanent secretary, az én közvetlen főnököm, aki egy skót volt, a miniszter természetesen nigériai volt. Mert az én ott tartózkodásom alatt úgy mellesleg független lett Nigéria. Nem sok minden változott az elején. És aztán kikerültem így a Berlini Filmfesztiválra a filmemmel, ami versenyfilm lett, és különben megemlítem, hogy az angol képviselő, az argentin és a spanyol képviselő a Berlini Filmfesztiválon szintén magyarok voltak, és volt egy ilyen négyesben, volt egy ilyen törzsasztalunk a fesztiválon, a magyar küldöttek, akik ugye magyarul beszéltek természetesen egymással, de különböző más országokat képviseltek. Jó, és a legnagyobb meglepetésemre azt mondta, félrehívtak, amikor jött a díjkiosztás. Addig nem tudtam semmit, ugye, de már akkor a zsűrben eldőlt a dolog, és azt mondta az a nagyon kedves hölgy, aki ott egy a titkárnő volt a filmfesztiválon, hogy üljek oda az első sorba, mert lesz egy kis meglepetés. És hát ott kaptam meg ezt az oklevelet, meg magát az ezüst medvét, ami mindmáig megvan, és ez aztán... Elindított egy német karriert is. Hát én akkor úgy döntöttem, és úgy gondolom ma, hogy helyesen döntöttem, akkor is, hogyha minden holmim, beleértve a vadonatúj autómat, az még Nigériában volt, és nem töltöttem ki a szolgálati időmet, tehát nem kaptam prémiumot, de én úgy gondoltam, hogy most van hic rodus, hic salta, most kell ugranom, most van, ez lesz az ideje, az ugródeszka, a Berlini nagydíj, ha várok, akkor ez már a tavalyi hó lesz, de most még aktuális, most kell ezt csinálnom. A mai és... napig német-magyar állampolgár, igen, tehát kettős, igen, állampolgár, André. Hát ennek is van egy érdekes története, de ezt most nem mondom el, mert különben tényleg lecsúszunk. De elmondhatom éppen, ugye
Én, amikor Magyarországra visszatelepültem abban a hitben, hogy Magyarország... 1992-ben volt. Így van, 92-ben. Abban a hiszemben, mint honfitársaim jó része, hogy ez egy boldog európai ország lesz most, hogy megtörtént a fordulat, megbukott a kommunizmus, kivonultak az oroszok, itt van az óriási esély, hogy belőlünk egy valódi, liberális, demokratikus, valódi európai ország legyen. Hát ugye, mint sok honfitársam, én is csalódtam ebbe, de hát ezt nem lehetett 92-ben tudni. Hazatelepültem, és az első dolgom volt, hogy visszakértem a magyar állampolgárságot, amiről le kellett mondanom, mert különben nem kaphattam volna meg a németet. Na most, ezt ugye Göncz Árpád barátomnak kellett aláírni, és egy évet kellett volna várnom rá, mert évente egyszer írta csak alá ezeket a visszahonosítási okiratokat, de én fölhívtam Árpádot, és megkértem, hogy soron kívül írja alá, mert én gyorsan szeretnék magyar állampolgárságot. Hát ilyen illúziói voltak, jó. Meg is történt, majd lejárt a német útlevelem, és bementem, mit sem sejtve, a német nagykövetségre, ahol azt mondtam nekik, hogy kérek egy új útlevelet. Ugye ott nincs hosszabbítás, rögtön adnak egy 60 euróért egy új útlevelet. Megnézték az útlevelemet, megkérdezték, hogy van magyar útlevelem, és van. Hát akkor maga nem fog kapni magyar német útlevelet, maga nem lehet kettős állampolgár. Micsoda? Hazamentem, és írtam Angela Merkelnek egy levelet. Hát megtanultam hosszú pályafutásom során, hogy mindig a fejhez kell menni, nem valami sameszhez, mert úgyis a végén a... Így mondjuk, mindig a fejhez, nem a lábhoz, így igaz. Fejhez kell, és nem a lábhoz. De sikerült is ezek szerint. Sikerült, és diadalitasan visszatértem a német követségre, ahol hasoncsúszva jöttek elém, hogy elintézte a kancellár asszony, és megkaptam az útlevelemet természetesen. Mindmáig megvan, azzal utazom Tájföldre. Hát Tájföldre, meg volt itt beiruti kaland, meg mint említettem, hogy Laoszi, de ezt majd olvassák el a könyvből, mert mindent nem fogunk idézni, főleg ezeket a kalandos magánéleti történeteket, amik ugyanolyan izgalmasak, mint a közéletiek. De visszatérve a közéletiekre, az előbb említettem Trockij nevét, Goebbels nevét, tehát önt nagyon érdekli a politika, és akármerre járt a világban, és ez legyen Párizs, vagy München, vagy Budapest, minden hol azért, ami éppen akkor aktuális, és amihez nem nagyon mertek hozzányúlni, nem igazán kaptak hozzá anyagot, önnek sikerült még egy-két dokumentumot még ki is lopni egyes helyekről, hogy megfelelő dokumentumfilmek készüljenek. Tehát ez az érdeklődés, és ezek a filmek, ezek honnan erednek, és hát, mikor a legbüszkébb ezek közül is kíváncsi vagyok. Ugye azért helyesbítenem kell, mert a politika maga, vagy a történelem, a 20. századi történelem főleg az érdekli. Mindig nagyon érdekelt, de a pártpolitika, a szigorúan vett pártpolitika soha nem érdekelt, és soha nem is léptem be Németországban, vagy Magyarországon semmilyen pártban. Mondjuk, hogy a politikusok élete, tehát mondjuk ugyanúgy, tehát Trockij vagy Goebbels hát élete. A történelem, a kortárs történelem alakulása érdekelt, ami hát ugye nagyon gazdag, mert a 20. Persze. század a világtörténelemnek valószínűleg a legmozgalmasabb évszázada volt. Ezt ugye a két világháborúval, forradalmakkal, ezzel-azzal lehet mondani, hogy soha nem volt a történelemnek ilyen mozgalmas időszaka. És ez mindig érdekelt, és azon kívül olyan természetű vagyok, hogy genetikusan, és ezt osztottam a bátyámmal, ő is ilyen volt, valahogy belőlünk kifelejtették a félelmet. Uh-huh. Hát ez egy nagyon jó dolog ebből a szempontból, hogy valaki dokumentumfilmes. Hát ha megúszta az ember, akkor persze nagyon jó. És én mindeddig megúsztam, nem tudom, hogy mi lesz még, de eddig egész jól megúsztam. De ez egy érdekes dolog, hogy ugye már a forradalom alatt is voltam olyan helyzetekben, ahol más összecsinálta volna magát. Aztán később a palasztin terroristák jelenlétemben halálra ítéltek. Más összecsinálta volna magát.
és tényleg egy veszélyes helyzet volt, de én akkor ezt nem úgy éreztem, hanem ordítva tiltakoztam, és egyáltalán nem könyörögtem, és semmi, de valószínűleg ez volt a helyes magatartás, mert így aztán meg is úsztam. Erről olvashatunk itt a könyvben, ugye a Beiruti kaland, így van. Igen, és sokszor valóban olyan témákhoz nyúltam, amihez más nem nagyon nyúlt. Hát ugye említette a utazásaim között Madridot. Hát Madridot bilincsekben ismertem meg, mint a madridi Franco idejű titkos rendőrségnek a foglyaként. Ez egy külön történet, amit hát kicsit időtrabló, nem tudom, hogy elmondjam-e. Röviden, mert nincs sok időnk, csak tudom, amiatt. És tudom. El kell olvasni a könyvet. El kell olvasni a könyvet. Ebben nem minden, amikről beszélünk. Igen, és még abban is benne minden. Így van. Így van, nekem hát is sok újdonság van, amit hallok. Azt történt, hogy volt egy sorozatom a német televíziónál, amikor ott már befutott ember voltam, a politikai gyilkosságokról. És ebben az időben gyilkolták meg a portugál ellenállás, vagy a portugál ellenzék vezető figuráját, Delgado tábornokot, aki eredetileg a diktatúra, Salazar diktatúrjának az embere volt, majd átállt, lehet mondani, és ellenzéki lett, majd emigrált, és aztán nem akarom elmondani ezt részletesen, a lényeg az, hogy a portugál titkosrendőrség a spanyol-portugál határon, de még Spanyolországban meggyilkolta. Hát ez lett volna az egyik politikai gyilkosság, a többi Gandhi, Trotsky volt egy jó pár, de hát ez egy eléggé rázós dolog volt, mert ugye a gyilkosok megbízója továbbra is még Portugália diktátora volt. Ott éltek és úgyhogy, alkottak. Eljutottam először Portugáliába, turistaként, és az operatőröm is turistaként, nem kértünk semmilyen engedélyt, és Portugáliában elkezdtünk filmezni, lefilmeztük a börtönöket, lefilmeztük a titkos rendőrség épületét, megint el voltunk egy Delgado tábornok, a meggyilkolt tábornok ügyvédjét, akit úgy hívtak, hogy Mário Soares, későbbi külügyminiszter, miniszterelnök, majd Portugália elnöke lett. Szocialista politikus. De ekkor még egy egyszerű kis ügyvéd volt. Őt egy szállodában lefüggővezett ablakoknál illegálisan elmondta nekünk, hogy is volt ez az ügy. A film mindmáig megvan. És Portugáliában ezt megúsztuk, és aztán átmentünk Spanyolországba, Badajozba, az a határállomás, ahol még spanyol földön pár száz méterre a portugál határtól ölték meg Delgádót. És ott azt a fiúcskát, spanyol fiúcskát megtaláltam, aki megtalálta a holttesteket, Delgádóét és a titkárnőjét, az ott élt Badajozban, hát ez jóformán egy idő, egy-két év különbség volt csak, egész rövid idő, és ő elvitt bennünket oda, ahol találta a holttesteket, majd sikerült lefilmeznünk az ott talált töltényeket, az ott talált lisszaboni metrójegyeket és lottószelvényeket. És hát ugye a lényeg az, nem akarok részletezni, hogy tulajdonképpen kiderítettük, hogy őt a portugál titkos rendőrség gyilkolta meg még mielőtt bármilyen hivatalos vizsgálat ezt megerősítette volna. Erre büszke vagyok, mert úgy gondolom, hogy ha ezt egy újságíró eléri, az nem egy rossz teljesítmény. Sok ilyen volt, tehát sok ilyen történetet kibogozott és feldolgozott, és amit mondtam, hogy a kábítószertől kezdve az atomhasadáson át, a mindennapi stiklikig, tehát apró dolgokig is, nagyon sokféle témát feldolgozott a filmjeiben. Pekünkre aztán Badajozban a spanyol titkos rendőrség tartóztatott le bennünket, valaki följelentett, a szállodában vártak, és megbilincselve elvittek bennünket hálókocsival, de megbilincselve Madridba, ami jó messze van Badajoztól, egy egész éjszaka megy ott a vonat. Majd ott a szokásos nagy fekete autóval, ami ugye minden titkos rendőrségre jellemző,
bevittek a titkos rendőrség székhelyére, ahol rögtön volt egy derűs pillanat, mert ki volt írva nagy betűkkel a bejáratra, hogy Polícia Secreta, titkos rendőrség. Hát milyen titkos rendőrség? Az, amelyik hirdeti magát, amelyik igen. Jó. Hát én persze folyamatosan tiltakoztam, és mondtam, hogy kérem szépen, így nem voltam német állampolgár. Hontalan voltam, a vacak hontalan útlevéllel utazgattam, de volt egy német újságíró igazolványom. Azt, miután elég gyengén beszéltek ott franciául, én meg nem beszéltem igazán spanyolul, azt mondták, hogy átvisznek engem az információs minisztériumban, mert ott egy államtitkár, frankó-fasiszta államában beszél németül. Át is vittek, és egy rendkívül szimpatikus, idősebb úriember volt ez az államtitkár, aki tényleg kiválóan beszélt németül. És ugye én Nyugat-Berlinből jöttem, és mondja nekem az államtitkár, hogy jaj, de örülök, hát az életem legszebb éveit Berlinben töltöttem. Mondom, igen, államtitkár úr, ennek örülök, én is ott élek most, és tényleg nagyszerű város. És ön mikor élt ott? Azt mondja, hát 1941-től 44-ig. Hát akkor leesett nekem a tantusz, hogy hogy is volt ez? Igen. És én elmondtam neki, hogy nézze, a helyzet az, hogy mi, ez a kamera az nem egy igazán professzionális, egy Bolex-el forgattunk, ami hát félig professzionális, félig ilyen családi képek készítésére való. Mi csak elég készítettünk egy nagyobb filmet, arra majd természetesen fogunk önöktől engedélyt kérni, de ez csak dokumentumgyűjtés volt, és hát semmi olyannal nem foglalkoztunk, ami Spanyolországot érinteni. Hát ez igaz, mert Spanyolországnak nem sok köze volt ez a gyilkossághoz. Hát csak annyi, hogy átjöhettek a titkos rendőrök minden vizsgálat nélkül. Szóval sikerült kimagyaráznia, és végül is így lett. Kidumáltam magamat. Így lett valóban film ebből. És, de most jön a csattanó, ugyanaz a két titkos rendőr, aki letartóztatott bennünket. Vitte vissza, nem? Tessék? Az segített hazamenni, visszamenni, nem? Nem csak az, hanem igen. Azt kérdezte tőlünk, ugye dél volt ilyenkor, és délután 5-kor ment csak a repülő, hogy ismerjük-e Madridot. Jó, hogy mondta, megmutatták, igen, a város. Városnézés volt, és meghívtak bennünket ebédre. És nagyon jól összehaverkodtunk a két derék titkos rendőrrel, akik ugye a fekete kocsi az közvetlenül a Lufthansa repülőgépéig vitt bennünket, se vám vizsgálat, se kiutasítottak bennünket Spanyolországból. De nagyon elit módon. Annyit áruljon el nekem, André, hogy ugye itt van egy meghívó, tehát visszatérünk, visszaugrunk most a mára. Tehát a könyvet az olvassák el, mondom, hiszen tele van ilyen történetekkel, mint amit most itt mesélt, és nagyon sok-sok izgalmas és tényleg veszélyes helyzet is, amiből sikerült épi bőrrel megúsznia, és sikerült megmenekülnie, de közben nagyon sok mű készült, tehát ha valaki úgy rámegy az internetre, vagy utána néz, hogy mi mindent alkotott, egy nagyon sok művet föl is lehet lelni, tehát meg lehet nézni ezeket a dokumentumfilmeket. De mi ez a meghívó? Tehát mi a legújabb? Hiszen hát most elárulhatjuk, hogy 81 néhány évesen még ugyanúgy aktívan dolgozik. Hát én úgy gondolom, hogy ez teljesen normális. Az igazság az, hogy én tulajdonképpen magyar filmes vagy magyar újságíró sose voltam, ha eltekintünk most az útkarbantartás korszerűsítéséről. És ennél fogva az én filmjeimnek jó része nem került soha magyar közönség elé. A dokumentumfilmjeimből egy se. A játékfilmeket, amiket később, mint producer, koprodukcióban a MA filmmel vagy a Magyar Televízióval forgattam, azokat természetesen látták Magyarországon, mint a Viaduktot vagy az Októberi Vasárnapot. Amik kiváló filmek, és mindmáig büszke vagyok rájuk. Ráadásul a Viadukt az ott is játszódik, ahol az eredeti helyszín volt, igen. Hát gondolom, sok néző látta ezeket a filmeket, de a dokumentumfilmjeimet, amiből van majd 60 darab, azt soha senki nem látta Magyarországon. Hát elismerem, hogy a Trockit azt nem nagyon lett volna ildomos bemutatni, és én ezért azt határoztam el, hogy legalább egy kis részének, a magyar közönség egy kis részének hozzáférhetővé teszem ezeket a filmeket, és egy tucatnyi filmet teljesen magánszorgalomból
magyar feliratokkal láttam el, és beléptem a Magyar Újságírók Országos Szövetségébe. Erre azt mondta valaki, hogy a patkány felszáll a süllyedő hajóra. Igen. Hát, no comment, no comment, no comment. Igen, és a MOSZ-ban levetítjük magyar feliratokkal ellátva ezeknek a filmeknek a jó részét. Hát én nagyon örülök, kedves André, hogy így ennyi emléket megosztott velünk a könyvvel kapcsolatosan is, illetve a könyvtől teljesen függetlenül, ami most így feljött az emlékeiből, az álmaiból, az eddigi életéből, és a jövő tervekhez is én még nagyon sok erőt és egészséget kívánok, mert úgy látom, hogy még annyira aktívan dolgozik, és annyira aktívan benne él a közéletben, hogy ezt használja is ki, ameddig csak lehet. Kedves nézőink, a Dobogó Extra mai vendége André Libik, vagyis Libik András volt. Abból a apropóból beszélgettünk, hogy Szép lányok és terroristák címmel megjelent egy könyve, és úgy gondolom, hogy érdemes lenne önöknek is ezt elolvasni. Elköszön a szerkesztő műsorvezető, Linka Ágnes. Dobogó Extra. Linka Ágnes műsora legközelebb 2 hét múlva látható itt a Budaörsi Városi Televízióban.